Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Horthy szobrot avattak a fővárosban, a Szabadság téren, a Hazatérés református temploma előtt vasárnap, és ahogy azt láthatták a különböző beszámolókban, tüntetők, megemlékezők és tüntetők kiabálása és egymásnak kiabálása közepette avatták ezt a szobrot, sőt, rendőrségi segítséget is kért Hegedűs Lorántné. Szóval, hogy volt ott minden a téren, és ez a történet ma is folytatódott, még a parlamentben is. Azt mondta Lázár János, hogy a Horthy korszak történelmi megítélését azt hagyjuk a történészekre. Én meg úgy gondolom, hogy ne hagyjuk csak a történészekre, próbáljunk mi is belenézni egy kicsit. Ungvári Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. A Lázár János persze igaza van, mert először a történészenek kell mondani, és amit mi mondunk, az csak utána jöhet. Ez az egész megemlékezés, ami tegnap történt, az valóban provokáció. Ez megint csak valaki kimondta Rogán Antal, és akkor mindenki nekiesett, hogy miért csak ennyit mondott, miért nem többet mondott, ő annyit mondott, amennyit gondolt. Egyáltalában most, ha valaki még azt mondja, hogy nagyon nagy hiba volt az a Horthy szobor, mondjuk Rogán Antal, akkor rögtön rönnek, hogy te nem mondta még azt, nem mondta még ezt, hát annyit mondott, amennyit gondolt. Akkor ugratunk egyet Rogán Antalhoz, ugorjunk, nem baj. Rogán Antal mást is mondott, nem csak azt, hogy politikai provokáció volt, hanem azt mondta, hogy ez a provokatív akció nyilvánvalóan ürügyet szolgáltat majd a nyugat-európai baloldali lapoknak, hogy a következő hetekben antiszemitizmust kiáltva rossz színben tüttessék fel Magyarországot. Tüntetést szervező baloldali prominensekhez viszont nem kívánt csatlakozni, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ők már a Jobbikkal benyújtottak egy közös vizsgálóbizottsági indítványt, amit egyébként visszavontak, tehát ezt Rogán Antal nem tette hozzá. Szóval azon kívül, hogy az első mondatban azt mondja, hogy ez politikai provokáció, utána az egészet rákente a baloldalra, hogy majd egy baloldali összeesküvés lesz ebből, meg egyébként a baloldal már majdnem kivizsgáltatta a Jobbikkal összefogva az EON gázüzletágának megvásárlását. Akkor ez milyen tiltakozás? A dolog úgy áll, hogy amikor a Horthy újra temetés volt, amire ez sajnálatos módon elment Boros Péter, Fürr Lajos és a többiek, akkor a külföldi sajtó csak ugyan hisztérikus volt, nem csak a baloldal, hanem a jobboldal, hogy ilyen hogy történt meg a második világháború után. Tehát amikor Rogán azt mondja, hogy a baloldali sajtó újra nekünk van, akkor nagyon pontos jóslatot mondott, hiszen ma már éppen a ATV híradójából 2-3-4 reakciót látunk, hogy mindenki azt mondja, hogy micsoda szörnyűség ez. Ebben igaza volt, de nem is ez a lényeg. És mit csinálunk a jobboldali sajtóval, a nemzetközi jobboldali sajtóval, hiszen számtalan szóval kapott már ez a kormány a nemzetközi jobboldali sajtótól, konzervatív sajtótól is kritikát. Hát persze, természetesen, hát ez a Horthy szobor állítás, ez a nemzetközi szintére megúszhatatlan. Tehát nem kell nekünk csak nagyon sokáig a történészekre várni, amíg világos legyen az, hogy Horthy Hitler szövetségese volt, elfogadta tőle az első és a második bécsi döntést, ő maga lovagolt be oda, ahová nem biztos, hogy be kellett volna lovagolnia. Az is biztos, hogy amikor megszállták az országot, akkor ő nem mondott le, sőt, hát mindent csinált, a teljes kormányzói hatalmát megtartotta, kitüntetéseket osztogatott, megrót ezt, azt, amaszt, tehát ő nagyon aktív volt, kivéve egy dologban, hogy amikor azt mondták neki, ugye Sztójai Döme, hogy a zsidó törvényeket érvényesíteni kell, azt mondta, hát ezt rátok bízom, mondta, nagyon jól tudta, hogy kit bíz mire. Őről azt mondja a szoborállító, hogy ugye ellentmondásos személyiség. De ennél jóval több, mint ellentmondásos személyiség. Ez a magyar történelmnek, akármit mond a Jobbik képviselete, ennek a magyar történelmnek egy rendkívül negatív figurája lett, hogy aztán a Horthy korszak maga az bizonyos lehetőséget adott embereknek, például a falukutatóknak, hogy a Horthy korszakot bírálják. Például egy József Attilának, hogy gyűlölje ezt a korszakot. Például a baloldalnak és a jobboldalnak, tehát jobboldali kritikusnak egyaránt, arra, hogy próbáljanak arra figyelmeztetni, hogy akármi történt Trianonban, Magyarországnak sokkal jobb helye lett volna a világban, mint hogy csatlakozzon a tengelyhatalmakhoz. Tehát én külön választanám Horthy Miklós személyét, ami nem a legvonzóbbak egyike, sok okból, bár jól teniszezett,
Hát az is valami. Hát persze, van, aki meg jól festett, és mégse ezt szeretjük benne, sőt, hát semmit nem szeretünk benne. Különben, mikor először oda rendelte magához Hitler, akkor Horthy toporzékot, azt mondta, hogy ebben az őrült festőregényen nem leszek többé együtt. Aztán, amikor hívták, akkor az egész magyar kormány, bár nem kérdezte meg Keresztes Fischert, ellene volt, hogy elmenjen a márciusban, már 1944 márciusában a Kleszheimi kastélyban, és akkor ott kénytelen volt mindent engedni ennek a bizonyos őrült festőregének. Nagyon ellentmondásos figura, bizonyára nem az a hőskép, amit mi szeretnénk a gyerekeinknek és az embereknek felmutatni. Ezek a politikai válaszok, amelyek ma születtek, mennyire tetszenek önnek? Tehát még egyszer mondom, Lázár János mit mondott, hogy azt mondja, hogy a Horthy korszakot történészeknek és nem politikusoknak kell megítélni. Viszont a hétvégi Horthy szobor avatása az nem arról szólt, hogy kiállt 3-4 tudós ember, és azt mondta, hogy mi ketten úgy véljük, hogy Horthynak több volt a történelemben a pozitív szerepe, mi ketten meg úgy véljük, hogy... És ott egy kicsit eszmecserét folytatnak, vitatkoznak a Horthy korszakról. Egy parlamenti párt avatott egy Horthy szobrot, és szerintem nem oly nehéz kitalálni, hogy milyen céllal. Itt most semmilyen történelmi vita nincs e kapcsán, vagy ennek a szobor állításnak a kapcsán. A másik, amire meg már szintén utaltam, Rogán Antalnak a közleménye, amely úgy szól, hogy első mondatban elítéli, majd utána jön az, hogy az MSZP a baloldal, aki már majdnem összefogott egyszer a Jobbikkal is. Tehát, hogy ezek milyen politikai válaszok a hétvégén történtek? Hát a jobb lenne Horthy megítélését kivonni a politikában, ez nem kérdés. Hát sokat tudunk, mert ugye megjelentek új Horthy könyvek, itt van Ungvári Krisztiánnak a könyve a Horthy korszakról, egy eminens munka. Ha az ember bemegy Turbucz Dávid Horthy életrajzíró honlapjára, akkor bizony rengeteg nagyon érdekes hozzászólás ezt az, az azért itt él egy Karsai László, szóval itt vannak olyan történészek, akiknek én nagyon meghallgattam a véleményét, és Karsai például nyilatkozott is a mai Népszavában. De ezek a szoborállítások nem történészi vitán alapulnak, nem történészek vitatkoznak, majd az egyik történész csoport felülkerekedik, és gyorsan felállít egy szobrot valamelyik templom tövében. A mostani Horthy történetnek, a szoboravatásnak és az eddigi összes szoboravatásnak szerintem semmi köze a történelemhez és a történelem kutatáshoz. Nem, a történelem persze ürügyként használják fel, hogy szobrokat állítsanak és provokáljanak, ez kimondatott, hogy provokálnak. De azért, ha a történészek túlnyomó többsége azt mondaná, hogy ebből az emberből nem lehet hőst csinálni, akkor megnehezítenénk annak az emberek a dolgát, hogy a parlamentben is, meg a szobor alatt, hogy a magyar történelem legnagyobb embere, és Kossuth-tal egy szintre hozta Horthy Miklós. Szóval nem az a baj, ki volt csak... az, aki egy szintre hozta? Ha jól emlékszem, akkor Gyöngyösinek hívják. Ja, most azt hittem, egy történészt mond. Nem, ez egy Gyöngyösinek hívják, és magában... Hogy a történészek ezt a vitát már egyébként lefolytatták, és nem nagyon emlékszem olyan történészre. Lehet, hogy ön most ezt úgy értette, hogy akkor álljanak ki történészek, hogy fogjanak össze, és mondják azt, hogy kérem szépen, ő nem az a figura, a mi kutatásaink alapján nem az a figura, aki mondjuk köztereken szobrot érdemel. Tehát ez hiányolja, hogy neki kellene a történészeknek állásfoglalni? Hát a történészeknek van felelősségük mindenben, a politikának is felelőssége van. A politika felelőssége az, hogy a legrosszabb náci hagyomány szellemében ítélnek meg magyar történelmi szereplőket. És nagyon igazuk volt azonnak a tüntetőnek, akire fölhívták a figyelmet. De először nagyon határozottan kellett, hát nézze, megjelenik olyan Magyarországon olyan újság is, hogy Nagy Magyarország, amelyben Horthyt hősnek mondják, és megjelenik például olyan történeti folyóirat, amelyben ezt kétségbe vonják. Tehát azért először jó lenne, most ez egy hosszú történet, ez beárnyékolta az egész elmúlt 23 évet. Mert még Antal József is ugye a Doni katonák kapcsán mondott olyan beszédet, amelyben hát nagy Antal József történész mondta ezt. Azért nagyon-nagyon sok mindenben megingott a magyar történelemtudomány éppen Horthy kapcsán, és nagyon jó lenne, hogyha először mi nagyon határozottan elmondanánk, hogy mi a véleményük erről, és aztán nehezebbé tennénk a provokátorok helyzetét. Szerintem ezt már olyan sokan elmondták. Csak a történészek hangja, a különböző tanulmányok, legyen az folyóirat, legyen az egy kötet, azért nem fog eljutni olyan széles néprétegekhez, mint mondjuk egy szoboravató ünnepi beszéde, vagy egy falugyűlés valahol, vagy egy nemzeti ünnepen megtartott bármilyen beszéd.
Szóval azok egy kicsit átütőbbek, mint a tudományos munkák. Teljesen igaz, de azért azt nyugodtan kimondhatjuk, ez egész szoboravatási cirkusz, ez egy gyalázat, ami eltereli azokról a kérdésekről a figyelmet, amelyek valóságos nagy kérdések. Elsősorban az, hogy milyen országot szeretnénk mi a jövőben. Mi nem szeretnénk egy olyan országot, mint Horthy, aki belekényszerített minket abba, hogy elveszítsük a területeink egy részét, hogy nem tudom hány százezer ember halljon meg a Donkanyarba, hogy 600 000 zsidó deportálnak, azért mind, ha más nem, de ott volt, és nagyon édesen mosolygott, amikor mindenről tudósították. Hogy ilyen érveket mondanak, hát most azért háborgok, ilyen érveket mondanak, hogy a zsidók tartották el őt Estorilba, Portugáliából meghalt. Ez is hazugság. Tehát a Horthy körül annyi hazugság van. De még ha így is történt volna, az valakit mentesít a felelőssége alól? Persze, hogy nem. De hát ez használnak ürügyeket. Az egész dolog, a provokációk része az, hogy egy nagyon pici igazságból egy hatalmas hazugságot csinálnak, és a Horthy körüli kultusz hatalmas hazugság, valóban provokáció, és csodálkozom azon, hogy ez egy templomba történik, és a református egyház bár most egy kicsit azt mondta, hogy nana a mai napon, de az a református egyház már sokat eltűrt Horthy ügyben. Hát a kenderesi temetésen is eltűrt csomó dolgot, meg aztán Hegedűs Lóránt, lelkész úr, nem ma kezdi a provokációkat. Hát ez folyamatosan provokál. És mindig itt van a hazatérés templomában. Tehát se az egyház, se a politika, aminek dolga az, hogy megállítsa az uszítást, mert az politikai dolog. Horthyt megítélni más kérdés, és más kérdés az, hogy egy szélső jobboldali párt provokál, és bizony az egész nyugat baloldal és jobboldal figyelmét fölhívja arra, hogy itt valami nincs rendje. Ez nekünk nem jó. Hát gondolja, hogy a befektetők örülnek annak, hogy Horthy szobor van a város szívében? Hát erre céloztam, hogy ez a kommunikáció, Rogán Antal kommunikációja ezt előzte meg, de gyakorlatilag a mai nemzetközi sajtóban megjelent kritikákra ő már korábban megadta a választ és magyarázatot, hogy ez most a baloldalnak egy újabb ürügyet jelent, amikor felhívják a Komákat, az ismerősöket a Washington Postnál, és nem tudom, hogy annyira befolyásos ez az MSZP, és nagy... megíratják a országot és a kormányt lejárató cikkeket. Első nagy Horthy életrajz, ami megjelent magyarul is, de hát az angolul jelent meg, éppen Király Béla szerkesztette sorozatban. Horthyról többet tudnak Washingtonban, vagy az amerikai egyetemeken, mint mi hinnék. Ez egy nagyon nyílt dolog. Hát az, hogy Horthy nem állt a Nürnbergi per bírái elé, az egy történelmi véletlen és Sztálin rettetes tévedése, sok tévedése mellett. Hát azért Horthyról külföldön legalábbis azt képzeljük, hogy háborús bűnös. És amikor ezt értékelik külföldön, azt mondják, hogy na, Magyarországon, Budapesten háborús bűnöst ünnepelnek. És nagyon nehéz ezekkel vitatkozni, nem lehet. Hát Horthy cinkosa volt annak a szörnyűségnek, amit a második világháború legalábbis utolsó évében... Akkor miért nem lehet politikusoknak ezt mondani? Azt mondani, hogy elítélem, ne emeljen a Horthy szobrot Budapesten, cinkosa volt az összes szörnyűségnek, nem tehetünk úgy, mint ez nem történt volna meg. Pont, vagy ezt a gondolatot lehet még folytatni. De nem megelőzni a másnapi nemzetközi sajtót, hogy ez megint a baloldal ármánykodása hát lesz. Jól, hogy ez nem lehet, olaj a tűzre. A nemzetközi sajtót nehéz megelőzni. Hát Rogán azért... Antal itt a Jobbik felé üzent. Hogy? Ezzel a mondattal, hogy majd a baloldal így lármázza az egész nemzetközi sajtót, és megint minket fognak itt nagyon elítélni. Gondolj, hogy a jobbikosok olyan intelligensek, hogy ezt megértik. Hát azért mondható... Másnap, amikor hallották azt, hogy hol milyen cikk jelent meg ezzel kapcsolatban, hát ha csak beugrik, nem kell, hogy tudja, hogy ki mondta. Tényleg, akkor itt van, már megint a baloldal elítéltette ezt az országot emiatt, holott nekünk jogunk van bárkiről nekünk megállapítani, hogy ki volt jó szereplő a mi történelmünkben, és ki volt hát nem. Hát jogunkat csak a történelmi igazságnak a nyomán van jogunk. Itt most idézőjelentben, de tévben mondtam. Jogunk csak akkor van a történelmi igazságnak, legalább valamilyen módon viszonyban van. A Horthy kultusz, azt megpróbálták, itt-ott, amott három helyen is emlékszik arra a botrány, amikor Dániel Péter leöntötte festékkel a fából készült Horthy szobrot. Ez nagyon nehezen megállítható, ameddig mi, a magyar értelmiség főként nem mondja el, hogy ez ostobaság. Elfelejtjük azt, hogy a konzervatív gondolkodók között, és mondjuk a vidéki bírák és ügyvédek és orvosok, akik ennek a nemzetnek a folyamatosságát gondosan figyelik,
azoknak tetszik a Horthy újirat, jaj, dehogy tetszik. Tehát itt a szél ellen megy a provokátor is, és nem tudják azt, hogy az igazi konzervatizmus a Horthy korszakot mindig elítélt. Tehát emlékiratok jelennek meg Horthy adminisztrációnak tagjaitól, és nagyon negatívan szólnak a Vitéz nagybányai Horthy Miklós legfelsőbb hadúrról. Tudja azt, maga biztos tudja, hogy 944-ben még a nyár felé menet is 6 parancsot adott a honvédek 6-ban, mikor már a Kárpátoknál álltak az oroszok. Hát azokat pusztulásba küldötte. Most azt mondják, hogy ugye megmentette a budapesti zsidóságot. Hát amikor már a svéd király és a pápa rászólt és Roosevelt üzent, hogy nagy baj lesz ebből, akkor leállította a deportálásokat, majd 2 nap múlva folytatódnak a deportálások. Tehát itt nagyon nehéz azt mondani csak, amit mondtam, hogy ez ellentmondásos figura. Nagyon kevés itt az ellentmondás, és nagyon sok a provokáció. Hát azon gondolkodtam folyamatosan, miközben hallgattam önt, hogy tudom, hogy nem lehet történelmi szinten sem, politikai szinten meg főleg nem, ilyen teljes igazságot tenni. Tehát eldönteni, hogy igen, már pedig csak neki van igaz a politikában, politikai oldalban, történészben. És látod, hogy én vagyok megint ilyen lánglelkű, hogy én ilyen sokkal határozottabb elutasítást, elhatárolódást, konkrét, egyértelmű szavakat, mondatokat várok el ilyen és ehhez hasonló esetekben. Nincs és. Tehát, hogy nem is a politik, inkább a történész, nincs inkább, meg vagy, meg és, vagy, nincs. Elítélem, és kész. Ebbe teljesen igaza van, de ennek van természetesen egy politikai kockázata, mert ez lezárna a sorompót a, mondjuk így, a legradikálisabb jobboldal felé, és ezt nyilvánvalóan a politika nem akarja, sőt, azt hiszem, hogy nem is akarhatja. Miért? Mert abban gondolkodik minden egyes centrum felé levő párt, hogy esetleg a szélsőségből megtérít valakiket. Orbán Viktor ma erről beszélt a parlamentben. Igen. Dúró Dórának adott válaszában. Na de Orbán Viktor is jól fogalmaz. Ilyen ügyekben aztán ilyetetlenül, természetesen. Mert ő tudja a kockázatokat, tudja, hogy nekünk, akik ebben csak nézői vagyunk, nekünk az a tudunk, hogy kikérjük magunknak, szégyeljük magunkat, megpróbálunk nem leveleket írni különböző külföldi csatornáknak, hogy legyenek olyan kedvesek, korrigálják a mi Horthy iránti szerelmünket. Nagyon határozottan azt kell mondani, nem azt mondani, hogy ellentmond, mert nem ellentmondani, azt kell mondani, hogy rettetes történelmi bűnt vett a lelkére a Don kanyarban megcsonkított és megalázott magyar katonákért és a vidéki zsidóság deportálásáért. Aki ezzel tud vitatkozni, vagy akar vitatkozni, az álljon elé, és azt mondja, jaj, de szép, hogy a zsidókat deportáltuk. Jaj, hogy nem tudta, már 42-ben tudta, hogy mi a zsidók sorsa, mert elmondták. Mondom, itt nincs pardon, itt ez, tehát ilyen tényeknél, hogy mit tudtam 45-ben, vagy 42-ben, és mi történt 44-ben, amit már 2 évvel ezelőtt is tudtam, itt nekem nincs történészi vita. Tehát ezek tények, akkor ezeket mondja ki valaki, és nem mondja azt, hogy vitatkozzon ez, meg hogy júj a másik, meg majd fölhívja a nyugati sajtót. Ha senki nem hívja fel a nyugatisat, nem kell őket fölé. Többet tudnak el Horthyról, mint mi. Meg kell érteni, hogy a hírgyárak azok rendkívül fölkészültek, és a Horthyról, annak idején a 2 világháború között, amikor Horthy uralkodott, minden egyes közéleti személynek volt egy dosszia, hogy ha meghal éjszaka, akkor ki kellett emelni a cikket, és már készen volt. Horthyról minden készen van. Hát arról nem szólva, hogy olyan nagy magyar származású történésze, mint Deák István, aki hát a hétköznapokból az órát megmondja, hogy mi történt Horthy, és mit csinált. És ő nagyon mérsékelten, de nagyon jól írt ezekről a problémákról. Ők többet tudnak, mint mi. Nekünk meg az a feladatunk, hogy tiltakozzunk. Amit most megtettünk, és az megint egy külön történet, hogy hogyan lehet különböző trükkökkel, mondjuk mégiscsak köztérre csempészni egy ilyen szobrot úgy, hogy ne kelljen mondjuk az adott kerületnek az aláírása, engedélye. Tehát ha van egy épület, ami előtti terület nem közterület, hanem az épülethez tartozik, akkor ezek szerint ott akármilyen szobrot is lehet emelni. Hát a provokátoroknak ez a dolguk, hogy ilyen kis törvényszerű lukak, ez mutatja, hogy milyen rossz hiszeműek, hogy milyen gyalázatosak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.